Szép estét kívánok, kedves hölgyek és urak! Szeretettel üdvözlök mindenkit, aki erre a témára csatlakozik hozzánk a Budapest 150-es előadássorozatunkhoz. Én Konszti vagyok a Tilos Rádióból, már több olyan itteni hasonló előadás volt, aminek én voltam a moderátora, és ugye itt van velünk Lugosi András, akivel már hát nagyon ezen az előadás sorozaton túl is már elég hosszú közös munkára tudunk visszatekinteni. Most egy nagyon érdekes témát hoztunk, ugye ez már benne volt a leírásban is, hogy mikről fogunk beszélni. Egy-két dolgot így szolgálti közleménynek az elején. A telefonomban a jegyzeteimet nézem, tehát ezt inkább tekintsék a természet iránti rajongásnak és papírkíméletnek, és nem a Candy Crush-t akarom megdönteni így elég tiszteletlen módon így előadás közben. A másik pedig az, hogy egyébként egyszer említ, a mi a rádióadásunkban ugye ez, amit most fölveszünk, az egyrészt a Fugának a YouTube csatornáján is látható lesz, másrészt pedig a Tilos Rádión is mindig elhangzik a rádióműsorunkban, ahol egyébként szokás, hogy föl szoktuk köszönteni a születésnapos ismerőseinket, és mint ahogy egyszer te is édesanyádat köszöntötted az egyik műsorodban, most én szeretném édesanyámat köszönteni, ma van a születésnapja, úgyhogy sok szeretettel üdvözlöm innen. De vágjunk is bele. Nem kérdezzük meg hányadik. de vágjunk is bele akkor a témába, ami nagyon érdekes, ugye kávé és pálinka mérésekről fogunk beszélgetni. A nagyon érdekes hozzávalói vannak a mai előadásnak, ugyanis olyan dolgok lesznek benne, hogy kávémérés, pálinka mérés, tehát ezeknek a kultúrája, illetve a munkásosztály kialakulásának a kezdetei. Ha valaki egyébként ebben a témában nem járatos, akkor furcsának hathat neki, hiszen amikor bár a kávéházakról sokat lehet olvasni, ezeknek a történetéről nagyon sokat beszéltek, akkor ugye furcsa lehet neki, hiszen általában az írókat, költőket, a magas kultúrát kötik a kávékultúrához, akár Budapesten, akár más vidéki városokban is Magyarországon, de akár nemzetközileg is. Viszont mi most a munkásosztály kialakulását, vagy a munkásosztállyal kapcsolatos, hogy mondjam, dolgokat fogunk idehozni a pálinka és kávé kultúrához. És hogy akkor szerintem a legelején a legfontosabb kérdés az, ugye mindig ilyenkor visszautazunk az időben, hogy amikor belevágunk most ebbe a témába, milyen messze kell visszautaznunk az időben, hogy ezeknek a dolgoknak a kapcsolatát megtaláljuk? Hát nyilvánvalóan az itt ülők számára is jól ismert Bevilacqua néven futó szerzőnek van két ilyen vastag, tehát ilyen egyenként 800 oldalas kötete a pest-budai kávémesterségről. Ő az 1500-as évekig megy vissza, nem fogta vissza magát, leült, írt 1600 oldalt, az 1500-as évektől 1935-ig jelölte ki a határát. Mi garantáltan nem megyünk ilyen messze vissza. Tehát Kristófnak nem kell attól félni, hogy kifogy a kamerából az anyag, vagy éjszakai táplálékot kell hozni a közönségnek, mert hogy holnap reggelig itt ülünk. De hát a 19. században, ha az igazi gyökereit akarnánk fölkutatni, de mindenkit megnyugtatom, hogy nem akarjuk, akkor vissza kéne menni azért a reformkorba. De hogy beleférjünk az időbe is, meg hogy figyelembe vegyek azt is, hogy én mihez értek, meg igazából kutatásaim során milyen olyan újdonságok kerültek elő, amik a szakirodalomban sincsenek benne, ezért így azt mondanám, hogy az egyesítés korabeli időkig megyünk vissza, de természetesen majd azért, amennyire időnk engedi, majd felemlegetünk azért előzményeket a reformkorig visszamenőleg. És hogy nem zsákba macskát árulok, vagy nem csak valami marketing szöveget nyomok, mikor azt mondom, hogy a szakirodalomban sincsenek még jelen bizonyos újdonságok, amiket ebbe az előadásba ma próbáltam beemelni, az bizonyítja azt, hogy két történész kollégával is összehozott a sors ma, az egyikkel személyesen, a másikkal telefonon beszéltem egy egész más ügyben, de kitért arra, hogy az, amit a Facebookon látott, az előhangban az egyáltalán nem úgy van, és hogy én azt még nem cáfoltam meg. Igazán érdekes volt ez az állítás, mert hogy nem hallottam még az előadást, csak ugye egy beharangozó
szöveget látott, de úgy látszik, hogy az üzenetet ebben a beharangozóban is sikerült, hogy úgy mondjam, eljuttatni a közönség. Ez a két vitatott állítás, akkor a ma estét kezdjük ezzel, hogy rögtön felvetjük a két vitatott állítást. Az egyik, ami ugye megkérdezte, hogy a kávéház tényleg olyan demokratikus intézmény volt-e, amilyennek a szakirodalomban gyakran lehet olvasni. A másik pedig, hogy milyen összefüggésben vannak a kávéházak és a kávémérések a budapesti munkásosztály születésével. Ezt egykori munkahelyi főnököm erőt teljesen firtattam a Budapest Főváros Levéltára folyosóján. És ahova hangosabban beszéljek? És ahova vissza érdemes menni, na. Miért? Az egy 1868-as levél. Most visszaléptél? Igen. Jó. Egy 1868-as levél, amit Szent Királyi Móric, akkor Pest város főpolgármestere, és Gerlóci Károly, főjegyző, ugye az egyesítés után egészen majdnem a haláláig, a 90-es közepéig a Székesfőváros alpolgármestere, de én vállalom a kollégákkal az újabb konfrontációkat, hogy fontosabb személy volt, mint maga a főpolgármester, meg a polgármester együttvéve. Nem véletlenül, hogy a sors azért mindenkinek igazságot szolgáltat, mert szegény Gerlóci Károly úgy ment nyugdíjba, és halt meg aztán pár év múlva, hogy óriási csalódással fejezte be a pályáját, hogy nem választotta meg a Budapest Székesfőváros Törvényhatósági Bizottsága polgármesternek, hanem egy fiatal, és egyébként majd egy évtizedik hivatalban lévő személyt választott meg, aki aztán nem hagyott mély nyomot igazából Budapest főváros történetében, és az 1905-ös 6-os kormányválság elég gyorsan el is söpörte őket. Gerlóci Károly ezt képest egy fél évszázadig meghatározta Pestváros, majd az egyesített főváros közigazgatási életét. És ugye mindjárt tudjuk, hogy hol van a Gerlóci utca, hiszen az itt van, nem is olyan messze, egy karnyújtásnyira, de ki tudja, hogy hol van a Kammermeier tér, a polgármesterről elnevezett tér pedig ott van mellette, de ezt ma már senki nem tudja, mert a belvárosnak a szerkezete úgy alakult át, hogy a Kammermeier tér ezt eljelenték, tehát a Gerlóci Károly utca pedig megtartotta fontosságát. A sors néha nagyon furcsán kárpotolja az embereket az igazságtalanságokért. Szóval ők írnak egy levelet a belügyminiszternek, hogy Budapesten a rendészeti helyzet és a közbiztonság, vagy ahogy akkor gyakran nevezték, a közbátorság nagyon ramagy állapotban áll. Azért érdemes, nem tudom, el lehet-e olvasni ezt távolról? Lehet olvasni, vagy inkább olvassam föl? Az már közönségesen elismert igazság, hogy a főváros csupán ezen jelleménél fogva is, mivel az idegenek jötte-mente népesíti utcáit, mivel az egész országból a kereset nélküli és a gyanús, a személy és vagyonbátorságra veszélyes, valamint a közerkölcsiséget rontó egyének gyűlhelye, minden más községnél Magyarországban abszolúte és aránylag nagyobb, jobban szervezett és tehát drágább rendőrségre szorul. Ha belügyminiszter lennék, itt már sejteném, hogy miről van szó. Már azáltal is tehát, hogy poroszlóit és hivatalosait a vaspályáknál és gőzhajóknál, a fogadók körül és lebújókban, az országos és heti vásárok piacain sűrűn elhelyezni kénytelen, az állami vagy országos rendészetnek tesz szolgálatot, mert inkább járatlan idegenek, mintsem a tapasztalt városiak veszik közegeit igénybe. A főkapitányság hatáskörébe tartoznak mindennemű bűnösök felkutatása és ezeknek elfogatása. A börtönügy, a toloncok és fegyencek kísértetése, az apró fenyítések, stb. Mind meg annyi helyi, úgy, mint országos teendők. Tehát látjuk az érvelést, hogy miért fognak pénzt kérni a fővárosi rendőrség fenntartására az államtól. Ennél több, a külső hatóságok és a magyar kormány követelte idézések, kihallgatások, kézbesítések
bírságok és egyéb tartozások behajtása, idegen illetőségi személyek időt rabló felkeresése, az ezrekre menő vidékről betódult cselédek és munkások feletti felügyelet, ezeknek bizonyítványokkal való ellátása, stb. Stb. Hát sorozzuk-e a szorosabban vett helyi érdekű teendőket, a tisztaságügyet, a lelencügyet, a tűzoltási felügyeletet, a bérkocsisok, hordárok, kéhölgyek feletti szakadatlan őrködést, ide számítsuk-e magát a hivatalos eljárás menetét? Elmondjuk-e, hogy nézetünk szerint a szorosan helyi érdek szintén országos érdek közöttünk a fővárosban? Ennek a levélnek egyébként az egésze egy kettős aggodalomról szól, egyrészt megpróbálják meggyőzni a belügyminisztert, hogy vegye át a fővárosi rendőrséget, mert ez így megy tovább, és a költségek, amik a fővárosi rendőrség fejlesztésével exponenciálisan növekednek, azok egyenesen a csődbe fogják vinni a várost. Másrészt roppant kétségbe is esnek, mikor eljutnak az érvelésnek erre a pontjára, hogy hát ha az állam átveszi a székesfővárosi rendőrséget, ahogy ez a későbbiekben meg is történt, akkor hogyan fognak arra befolyással bírni annak vezetésére? Már ekkor sem bírnak befolyással, Thaisz Elek és Szent Királyi Móric között perre menőleg zajlik a konfliktus, a pert Thaisz Elek meg is nyerte, erre majd a bűnözésről szóló részben egyébként valamikor a nyáron, vagy az ősz folyamán kerül erre sor, majd vissza is fogunk térni, és Szent Királyi Móric le is mond, és az a sajátos helyzet áll elő, hogy az egyesítéskor Pestnek, tehát a három város legerősebbik tagjának nincs is főpolgármestere, nincs vezetője, hanem az alpolgármesterek képviselik Pestet az egyesítési tárgyalások során, és egyáltalán ők vezetik ebben a rendkívül fontos korszakban a várost. De amint a kulcsmondatot próbáltam idézni, hogy ugye úgy érzékelik a város vezetői, hogy cselédek és munkások és mindenfajta egyéb a közbátorságra veszélyes társadalmi csoportok, vagy mondjuk ki bátran osztályok fenyegetik a város úgymond elitjének a biztonságát. Nehéz megmondani, hogy ki is ez az elit, ugyanis már nincs rendi világ. Az azért már nagyon régen elmúlt, de még nem alakul ki, vagy tulajdonképpen kialakulóban van, de még nem jegyecesednek ki a modern társadalomnak. Még ennek a korai korszakának, a 19. századi modern társadalomnak sem a végső, vagy tartós viszonyai. Ezért akár rendekről beszélni, akár osztályról beszélni, munkásokról és burzsoáról mindig csak nagyon korlátozott értelemben lehet, és az ember könnyen kerül abban a helyzetben, hogy a századfordulóra már esetleg teljesen igaz, vagy teljesen megszilárdult társadalmi csoportok elnevezéseit visszavetíti. És tulajdonképpen, ahogy korábban beszéltem erről a korszakról, a munkásosztály kapcsán, a kiegyezés és a város egyesítés, amit a századforduló, vagy még inkább az első világháború közötti időszak kapcsán, akkor sokszor használtam azt a kifejezést, hogy a budapesti ős munkásosztály, azaz az a munkásosztály, amit még a történet írás sem fedezett fel, mert igazából ez egy olyan korszak, a munkásosztály mainstream, nem csak marxista, a marxizmus is így közelíti meg, de azért erre hajlamosak nem marxista irányzatok is, hogy tulajdonképpen már egy izmos gyáriparnak egy nagyon széles munkás tömegeket alkalmazó korszaka esetén beszélnek munkásosztályról. A gyárat tekintik egyfelől a tőke koncentrációjának, tehát ahol már a tőke olyan koncentrációja szükséges ahhoz, hogy egy nagyon bonyolult termelési apparátus gépekkel, futószalagokkal, bonyolultan kidolgozott technológiával, még a 20. századhoz képest ez persze egy egyszerű technológia is, a 19. század elejéhez képest már egy komplex, összetett technológiát használó cégek, hogy úgy mondjam, ha látták a Buddenbrock ház című Thomas Mann regényből készült filmsorozatot, a
regény maga, bár Nobel-díjat ért egy idő után, a 20-as években ugye ez Nobel-díjat kapott, 105 fokban jelent meg, de nem örved nagy népszerűségre az olvasók között, mert unalmasnak tartják, de mi társadalomtörténészet nagyon szeretjük olvasni azokat a részleteket, hogy hogy növekszik a Buddenbrock birodalom a kezdetektől egészen nagyra, és azért is érdekes ez a regény, mert a Buddenbrock családnak a vállalata, az mondjuk vállalat, meg cég, meg vannak alkalmazottai, meg raktárai, ahol tárolják azt, amivel kereskednek, de nem gyár. Nincsenek futószalagok, nincs igazából ez a gyáripari kapitalizmus értelmébe vett munkásosztály, akik ott állnak a futószalag mellett, a munkásmozgalom közülük kiváló tagjai próbálják őket agitálni, hogy ők ki vannak zsákmányolva, el vannak idegenítve, mert hogy csak ugyanazt a mechanikus munkát végzik. A termelés egész céljától ők el vannak idegenítve. Ez egy eldologiasodott munka, hogy a 100 évvel ezelőtt, Lukács György 100 évvel ezelőtt megjelent híres művét, amit egyébként ő 1930-ban megtagadott, és ez az 1930-as megtagadás, ez kitartotta a 71-ben bekövetkezett haláláig, és a 60-as években nyugaton úgy lett népszerű újra ez a könyv, hogy Lukács György mondta, hogy Danke schön, de ez nekem semmi közöm. Tehát, hogy amiről most szó van, az még ezen gyáripar kialakulása előtti időszak. Nem mintha Budapesten ezekben az évtizedekben, nem egy Gründerzeit, egy alapító korszak menne végbe, amikor ilyen nagyvállalatok létrejönnek, tehát létrejön az a gyáripari kapitalizmus Budapesten is, amiben már a Buddenbrockok végül nem tudnak becsatlakozni. A Thomas Mann regény szűzséje, ugye szűzséjének ez a végpontja. De az ott alkalmazott munkaerő mondjuk egy-egy gyárban, és ezeknek a gyáraknak a száma sem túl nagy, tehát egy tízes nagyságrend, de százas nagyságrend, tehát ekkor még nem éri el. Mondhatnánk azt is, hogy mondjuk az 1920-as években Budapest egyetlen kerületében több gyár van, mint ebben az időszakban még egész Budapesten. És ennek a következménye az is, hogy még az általam nagyon nagyra tartott és becsült Székesfehérvárosi Statisztikai Hivatal kiadványaiban is, hogyha a gyárak statisztikáit vadásztuk, ugye most már az összes kiadvány, a legelsőtől a legutolsóig, az Arcanum oldalán megtalálható. És ha ezeket végignézzük, ott is az a izénk, hogy na jó, de mi volt az, hogy visszamennek a századfordulóig, de hogy mi volt a századforduló előtt a gyáripari kapitalizmussal és a budapesti munkásággal, arról ugye semmi szó nincsen, és azért nincsen szó, mert tulajdonképpen azok a tízezrek, tehát nem az a ezres nagyságrend, amelyek már ekkor is gyárban dolgoznak, hanem azok a tízezrek, amelyek néha tíz évenként újabb több tízezerrel bűvülnek a hihetetlen bevándorlás kapcsán, ami Pesten végbe megy. Ha valaki nem követte, sem tilos rádiós változatban, sem fúgás YouTube-os változatban az előző előadásokat, akkor így elismételjük, hogy 1780 és 1870 között mintegy 13-szorosára nőtt csak a pesti oldal lakossága, 13 ezerről 210 ezerre növekedett az itt tartózkodó katonasággal együtt, de katonaság nélkül is 200 ezer. Most persze várjuk, hogy mi is a helyes, ugye nem, már megtudtuk, hogy 1,7 millió alatt valamivel van a 2022-es népszámlálás szerint, és nevetünk ezen a 200 ezeres számon, ezért említeném föl, hogy a 72-es Szentpétervári Nemzetközi Statisztikai Kongresszus a világvárosok, vagy a nagyvárosok lakosságának alsó határát 100 ezerben határozta meg, tehát ez az abban a korban egy ilyen is egy nagyon jelentős, kiugró növekedés volt, és a metropoliszok lakossága alsó határának a kétszeresét érte már 1870-ben, de hát a századfordulóra ez egy 800 ezres tömeg lesz, és az 1900, a 20. században egy kicsit lelassul a növekedés, főleg 1920 után, és akkor 1930-ra éri el azt az 1 milliós határt, amit ma is a nagyvárosoknak valami fajta alsó lakossági határának tekinthetünk. És miközben ennek a növekménynek a jó része
azért alapvetően a műhelyek segédeiből áll, a napszámosokból áll, a városba áramló cselédekről, amit itt hallottuk, hogy elözönlik a várost, mégis ezekről a társadalmi csoportokról áll rendelkezésre a fővárosi levéltárban a legkevesebb forrás, ami hát azzal magyarázható, hogy, hogy az iratok, mindig a levéltári iratok, mindig a hatalom kezenyomát viselik maguk nyomán, tehát leginkább arról maradt van irat, amit a hatalom csinál, amit ő kezdeményez, amit ő problémának lát, amit ő botránynak lát, és természetesen az elit csoportokról. Tehát akik házakat építenek, akik adót fizetnek, de azért próbálnak így úgy amúgy kibújni ez alól a dolog alól, akik üzemek működtetésére kérnek engedélyt, ezek ugye mindig elsősorban tükröződnek vissza az iratanyagból, és hogy mondjuk a Koszorú utcában a pálinka mérésben mit csinál egy munkás munkaidő után, vagy éppen munkaidő előtt, mint majd helyett látni fogjuk, hát nem helyett, mert kénytelenek voltak dolgozni, lógásról szó sem lehetett, mert akkor még azt a kis pálinkát se tudták volna kifizetni reggelente, illetve esténként, amikor betértek a pálinkamérésekbe. Nincsen szó, csak ezt tisztezzük le, mert akik mondjuk saját koruk viszonyaiból indulnak ki, azok lehet, hogy ezt még sosem gondolták végig, hogy nincs szó arról, hogy ügyeskedve beadnak valami kérvényt, hogy szociális segélyhez jussanak, mert hát a mai értelemben véve, de akár az 1950-es évek szintjéhez mérve is a dualizmus 19. század korszakában lényegében nincsenek segélyek. Nincs a szegény politika azon a szinten mozog, hogyha valaki már teljesen munkaképtelen, semmilyen rokona nincs, nem lehet kitoloncolni semmilyen másik városban, mert kénytelen is lenne a város, hogy budapesti illetősége van, akkor azt berakják valamilyen szegényházba, és ott valamilyen ellátást biztosítanak a számára, de ezen kívül semmi nincs. A dualizmus korában még hajléktalan szállók sincsenek, amiknek a legfőbb oka az, hogy al- és ágybérleti rendszer alakul ki, tehát a szegények azok olyan helyeken laknak, hogy csak éjszakára mehetnek haza aludni, de reggel távozniuk kell onnan, de amúgy is dolguk van, dolgoznak, tehát ez akkor a szegénység akkori kulturális nívójába, ez teljesen belepasszolt, és azt is ki kellett fizetni a nap végén az ágybérletet, legalább hetente, akármilyen kevésbé is került, mondjuk egy egész lakásbérleti díjához képest, amit nyilván a szegényeknek semmi esély nem volt megfizetni, tehát dolgozni kellett, tehát lógásról itt szó sem volt, és ezen kívül ezt ugye egy 1886-os a belügyminiszter által elrendelt felmerés is igazolja, aminek az iratai megmaradnak, mert mindig mondtam, hogy amikor a hatalom kezdeményez valamit, annak persze van nyoma az iratanyagban, kivéve, hogyha az oroszok vagy a németek, ugye a második világháborús ostromra gondok, el nem pusztítják, akkor annak mindig van nyoma, és ezt nem pusztult el, mert szerencsés módon ez a bazilika pincéjébe került, és azok az iratok, amik a bazilika pincéjében voltak 44 és 45 fordulóján, azok megmaradtak. Tehát 86-ban maga a belügyminiszter rendele, hogy az éjjeli melegszállók és a tömegszállásokon, tehát ez a másik módszere volt a szegényebb embereknek, főleg idénymunkásoknak, akik ugye munkát vállalni jöttek Budapestre, de abból nem kerestek annyit, hogy mondjuk valami fajta állandóbb egzisztenciát teremtsenek, eljussanak odáig, hogy mondjuk albérlővé váljanak, hogy mondjuk egy főbérlőtől egy szobát tudjanak bérelni, ezt a szintet nem tudták elérni, és akkor tulajdonképpen együtt közösen vettek ki lakásokat, és ezekben ilyen szobánként 10 fölötti létszámban laktak emberek, és ezeket mind a közerkölcsiség szempontjából, mind közegészségügyileg, ugye járványterjedés szempontjából a belügyminisztérium rendkívül aggályosnak tartotta, és akkor felmérette, és akkor erről egy pontos képünk van. Nem csoda, hogy akkor inkább szívesebben voltak a pálinka mérésekben. Ugye ezek a lakások és szállások, ezek hol voltak? Tudjuk azt, hogy ezek a különböző kerületek között hogy oszlottak el. Kőrösi József akkurátosan megmérte a légköbmétert, mert hosszú gondolkodás után arra jutott, hogy nem a négyzetméterben, hanem a légköbméterben lehet kiszámolni, hogy
mennyire van fölötte vagy alatta az optimális területnek. Ki is mutatta egyébként, hogy kolera járványok idején mondjuk a 8-10 vagy a fölötti szoba létszámmal rendelkező lakásokban az összes halott, az mind a kolera okozza. Valójában ezek az emberek sokkal ellenállóbbak mindenfajta betegségre, mert egyszerűen az immunrendszerük azzal, hogy sokan laknak állandóan együtt, sokkal jobban teljesít, de amikor jön egy kolera, amivel szemben az immunrendszer is kevésbé tud védekezni, akkor viszont az összes haláleset az mindezzel függ össze. Viszont soha nem tudtuk, hogy ezek mögötte számok mögött kik vannak. Azt tudtuk, hogy szegények, de attól, mert valaki munkás, nem feltétlenül szegény. Mert a munkások is ugye rétegzettek, tehát attól függően, hogy szakképzettek, hogy milyen szakmában dolgoznak, attól függően azért közöttük is óriási eltérések lehetnek a munkabérben. Ezt a munkabért is ismerhette az, aki akarta ismerni, mert a Székesfővárosi Statisztikai Hivatalnak volt egy olyan kiadványa, amit remélem minél többen napi szinten keresik fel a Szabó Ervin könyvtárat, és kérik ki a raktárakból, ugye a havi kimutatások, vagy később havi füzetek névre hallgató kiadvány, és itt és ebben a kiadványban a Székesfőváros lelkes munkatársai 4 alkalommal is közöltek a munkásokra vonatkozó statisztikákat. Innen tudjuk, hogy a gyárakban alkalmazott munkások azért egy ilyen ezres nagyságrendű népességet jelentenek a fővárosban az 1870-es évek végén. Innen tudjuk azt is, hogy a heti 2-3 koronától, ez mondjuk a női munkaerő, női szakképzetlen munkaerő, meg gyermek munkaerő volt a 2-3 korona, akár a 25 koronáig terjedt, tehát ezek inkább nyomdászok voltak már, akik akár hetente is, mert illetve ez forint, mert a 70-es években forint van, és akkor a 90-es években változik, jön egy új valuta Magyarországon, a Magyar Királyságban, a korona, és akkor általában az 2-vel kell szorozni, tehát ha az ember ilyen adatokkal találkozik, hogy hol korona, hol forint, akkor kétszeres a váltószám. De hát az világosan belátható, hogy mondjuk Kőrösi József, aki 24 éves korában elfoglalta a Székesfővárosi Statisztikai Hivatal igazgatói posztját, az 1000 forintot kapott éves szinten, ami a 90-es években, amikor már nyilvánvalóan magasabb volt a fizetése, mert ugye itt az idővel meg voltak a tisztviselői táblázatok, és idővel ez növekedett, de ha ezt koronára számolom át, akkor ez 2000 korona volt. Mondjuk az a kereskedő, aki udvari szállító, császár és király udvari szállító címet akart, ami egy cím volt, ami növelte az illetőnek a presztízsét, de nem jelentette azt, hogy valóban szállít az udvarnak, annak minimum 2000 koronát kellett fizetnie, de az 1910-es években már 8000 koronát kellett fizetnie, tehát a kapitalizmus már sokba került. És hát ezektől az összegektől egy világ választotta el ezt a munkásságot, és ezért egy óriási szerencse, hogy tavaly fővárosi levéltárban eltöltött 2 évtizedes munkásságon, talán nevezhetjük így záró akkordjaként, felfedeztem a tanácsi iratanyagban a kávéházak, kávémérések és a pálinka mérések működésének szabályozásával foglalkozó iratokat, amelyek valahol ott az 1860-as és a 70-es évek fordulójáról indulnak, és a századfordulón egészen pontosan a 90-es évek vége fele záródnak. És itt érdemes, bár nem szokták szeretni a nem szakmai közönség, ha nagyon belemegyünk a levéltári iratok részleteibe, de hát fogadják el, hogy mi napi szinten ott töltjük az életünket, vagy legalább heti szinten annak nagy részét, és imádjuk ezeket az iratokat, és ezek a külön csomók, ez egy külön műfaj volt, amit akkor alkalmazott a Székesfőváros az irattározás szintjén, amikor egy üggyel nagyon sok dolga volt
A kávéházak, a kávémérések és a pálinka mérések kapcsán pedig elmondhatjuk, hogy nagyon sok, nem csak sok dolga volt, de sok baja is volt ezeknek a működésével. Állandó konfliktusok kísérték, és ennek az iratanyagnak köszönhetjük azt is, hogy főként a kávémérésekben és pálinka mérésekben járó és idővel a Városi Tanács tisztviselő által munkás osztálynak elnevezett társadalmi csoport életébe is betekintést nyerhetünk. Olyan értelemben az arcukat nem látjuk, hogy nem személyesednek meg, tehát a nevüket nem tudjuk, és egyedi balhékról nem tudunk, de legalább csoport szinten, és legalább az életformának bizonyos részleteit felvillantják ezek az iratok, hogyha az ember hajlandó végigolvasni ezt a tényleg púpos egy dobozt. Tehát annyi irat halmozódott föl ezzel kapcsolatban, hogy megtölt egy nagy dobozt, és az még ráadásul púpos is. És ha van elég türelme az embernek, hogy ezt végigolvassa, akkor nem csak szabályzatokat és annak vitatásait láthatja, hanem a végén a munkásosztályról is kapunk információkat, olyan szintűeket, amelyekre korábban, ezt nyugodtan kimerem jelenteni, nem volt példa. Na, de hát akkor kezdjük az elején. A balhé közepén, ami egyébként 1872-ben indul, történt egy nagy felmérés, hogy milyen italmérőhelyek is vannak a városban. Majdnem minden kerületről van ilyen kimutatás a iratanyagban. Én kiemeltem kettőt-két nagyon eltérőt. A Józsefvárost, ahol nagyjából a statisztikai adatok alapján azt gondoljuk, hogy a legtöbb olyan egzisztencia, aki valamilyen értelemben a munkásosztály, eme korai munkásosztály tagjának tekinthető lakott, és Óbudát, aminek ugye a legsajátosabb mind a gazdasági arculata, mind a társadalmi összetétel ebben az egyesítést követő évben. És miközben a szakirodalomban a kávéházak témája az tulajdonképpen túlteng, ha nagyon kicsit kritikusan akarok fogalmazni, akkor főleg az amatőr helytörténetírás, aminélkül persze nincs történetírás, ezt kikámosan. A világon bárhol, ahol történetírás van, ott nem csak akadémikusok, meg egyetemi tanárok végeznek történeti kutatást, és írnak tanulmányokat, hanem mindenhol helytörténeti kutatás is van, és a helytörténeti kutatás sem pusztán csak az amatőrök vagy a profik dolga, hanem tulajdonképpen egyfajta vegyes felvágott, mindenki részt vesz ebbe angol területen, ugye public history, tehát egy ilyen külön név is valaminek, nem feltétlenül csak az a célja, ha én jól értem, hogy mit jelent a public history, hogy tudományos kutatásokat végezzünk, és mindenfajta jó állásokat és tudományos fokozatokat szerezzünk azzal, hogy ilyen sokat olvasunk, kutatunk levéltárakban, és sokat ülünk a könyvtárban, és tanulmányozzuk a szakirodalmat, hanem a public history ambiciózusabb célokat követ, ezt valahogy meg is akarja ismertetni azzal a legalább helyi társadalommal, akiknek a múltjának a szerves részét képezik ezek a felfedezések. Tehát miközben ez a főleg az amatőrök, de azért a profik által is űzött kávé történetírásban a kávéház téma, hogy úgy mondjam, szénné van írva. Hát igen, rengeteg. Aközben, ha csak egy futó pillantást vetünk erre a statisztikára, akkor azt láthatjuk, hogy az italmérések közül a legkevésbé jelentősek az 1880-as években, ami azért már nem a legkorábbi szakasza a kiegyezés és az egyesítés utáni időszaknak, hanem azért mégiscsak egy jó 10-15 évvel ez később van már. És mind látjuk, hogy mind Józsefvárosban, mind Óbudán a kávéházak képezik az összképnek a tulajdonképpen a legkisebb szegmensét, és Óbudán az a sajátosság van, hogy kávémérésből sincs nagyon több, viszont a pálinka méréséhez képest 201. Tehát, hogyha azt mondanánk, hogy ez biztos azzal magyarázható, hogy Óbudán jóval kevesebben laknak,
mint Józsefvárosban, akkor ez igaz, a pálinka mérések száma között óriási különbség van, mert még Óbudán, ahol nem tesznek különbséget, nagy pálinka mérések és korlátolt pálinka mérési joggal rendelkező helyek között, ott van 201 pálinka mérés, addig Józsefvárosban, ahol ezt már külön veszik, ott 450 van, de egyébként én azt is tudom, hogy ezen a 395-ös listán van egy hiba, az egyik szám kétszer van, és az valójában 396, de hát ez már igazán részletkérdés, és az összképen, a nagyságrendi képen egyébként nem változtat. Statisztikailag az egy, az egyébként mindig a nullával egyenlő, tehát hogyha a kormánypárt, vagy akár az ellenzék vezetője kiáll önök elé, és nagy büszkén elárulja, hogy 1%-kal vezetnek, akkor az legyen az első gondolatuk, hogy nem vezetnek. Mert ugye ezek ilyen alapvető statisztikai szabályok. De visszatérve a pálinka mérésekre, a nagy pálinka mérés az azt jelentette, hogy valaki csak pálinka mérés, tehát csak pálinka kiszolgálásával foglalkozik, meg legfőjebb adott hozzá valamilyen ennivalót is, mint majd az előadás végén a fénykép anyagon is látni fogjuk, hogy ezek a pálinka mérések azért a munkás osztály étkezési helye is voltak, ez az iratanyagban is elhangzik, ezért is okoz majd óriási felháborodás a munkás osztály körében, noha azt nem állítom, hogy bármilyen marxi vagy bármilyen más értelemben ez valami forradalmi helyzethez vezetett volna Budapesten, de az egyik komoly osztálykonfliktus az a pálinka mérések, ha lehet ilyesmiről beszélni, az a pálinka mérések nyitvatartás idejének korlátozásakor állt elő, mert ott egyszerűen a tanács belegyalogolt a munkásoknak az életformájában. És ami ezt követi, ugye az a bormérések és a sörmérések, ez itt ugye külön vannak véve ezek a kategóriák, mert voltak utcai bormérések, meg zárt bormérések, és voltak olyan bormérések, ahol palackba árusították a bort. Ezek valójában ilyen vegyesek lehettek, tehát oda be lehetett menni, és palackba el lehetett vinni, de valószínűleg a palackot is be lehetett vinni, és azokat is meg lehetett tölteni. De hát ezekből ugye a 8. kerületben ugye van úszkve majdnem 300, de azért attól elmarad a sörmérések viszont hozzák ezt a 300-as nagyságrendet. De az mindenféleképpen látszik, hogy az italfogyasztásban egyértelműen a pálinka fogyasztás képezte a túlsúlyt, hanem a középosztály, hanem a polgári sult csoportok életformáját tekintjük, hanem ebbe belevesszük azokat is, akik a forrásokban ugye ritkán hagynak nyomot. Most a kiegyezés után az 1872. évi 8. törvénycikk kezdte el szabályozni az ipar gyakorlást, és ez sok mindent megszüntetett, ami korábban fennállt, mint korlátozó tényező az ipar és a kereskedelem gyakorlása terén. Ugyanis ennek a törvénynek az első három paragrafusa azt kimondta, hogy a magyar korona területén minden nagykorú nemre való tekintet nélkül, ez egy nagyon fontos dolog, gondoljunk bele, hogy nők is nyithattak kávéházat. A kávéház irodalmon tele van azzal, hogy a nők még felszolgálók sem lehettek a kávéházakban, és egyébként nem hamis az irodalom, teljesen helyesen állítják ezt. De amikor a történetünkkel indul 1872-ben, akkor még onnan indul, hogy polgári jogegyenlősítés van, és a nőkre is kiterjesztik, hogy ők is gyakorolhatnak bármilyen ipart. Sőt, kiterjesztik a kiskorúakra abban az esetükben, hogyha atyjuk, ez ugye vagy az édesapát jelenti, vagy az örökbefogadó apát jelenti, akik azonos jogállásúak, természetesen már akkor is. Ha ilyen nincs, akkor a gyámjuk, ha a gyámjuk megtagadja tőlük, akkor pedig még a gyámhatóságtól is van lehetőségük engedélyt kérni, hogy akár kiskorúként is ipart vállaljanak, akár kávéházat is vezethettek volna jog szerint, és még leglepőbb, ez a törvény kimondta, hogy ilyen esetben a vagyonukról is szabadon gondoskodhatnak. Képzeljék el önöknek, lehet, hogy sokuknak van velem hasonlóan, 16-17-18 éves gyerekük, ugye a 18 éves az már nagykorú, ott már nincs mit tenni, de képzeljék el, hogy 16 éves gyerekük beállítana azzal, hogy akkor én most kávéházat nyitok, mami, itt tessék aláírni
a papírt, és ha nem, akkor megyek a gyámhatóságra is tőlük kért. De hát ugye a polgári átalakulásnak mindig volt egy ilyen bája. Kár, hogy ebből olyan kevés valósult aztán meg a gyakorlatban, és ami szintén egy új dolog volt, hogy jogi személyek szintén űzhettek ipart, nekik csak annyi dolguk volt, hogy üzletvezetőt kellett állítaniuk. És ennek a 72. évi 8. törvényciknek az 5. paragrafusa mondta ki, hogy bizonyos iparágak esetében viszont a törvényhatóságok, azaz a városok szabályozhatják az adott ipar űzésének a részleteit, és a szállodák, kocsmák és kávézók tartásának a szabályozását az első körben, a felsorolás első pontjában rendeli a törvény ebben a hatáskörben, és ennek kapcsán születik meg a Budapest főváros iparügyi szabályzata 1877-ben. És itt ugye ez az érdekesség van, hogy szabályozzák, hogy egy kávéházban mit is kell és lehet árulni. Kávé, tea, csokoládé, likőr, hűsítők, és ahhoz kívántató sütemények és italneműek kiszolgáltathatók. Királyi haszonvételt képező italneműek azonban italmérésre jogosítottak külön engedélye mellett. Mit jelent ez a kicsit nagyon jogi cirkalmassággal megfogalmazott mondat? Az azt jelenti, hogy az olyan italok árusítása, mint a pálinka, amely királyi regálé jövedelem volt, tehát valamikor királyi monopólium volt rajta, az árulhatott ilyet, aki ezt a monopóliumot megváltotta az uralkodótól, ezt megöröklik idővel a törvényhatóságok, tehát a várostól külön engedélyt kell kérni. Nem tudom, kinek milyen tapasztalatai vannak kávéházi fényképekről, de én most egy kicsit belenéztem a Szabó Ervin könyvtár kávéházas fotóiba, és ott is mindig kizárólag azt láttam, hogy bort vagy sört isznak legfőjebb a kávéházakban az urak, és direkt figyeltem, hogy felfedezzek-e valami kupicákat, de ilyeneket nem láttam. Van esetleg valaki, aki látott olyan képeket, hogy kávéházban pálinkát mértek? Elvileg lehetséges volt, csak akkor ugye ezt az engedélyt, amit a pálinkaméréseknek is ki kellett váltani, és ezt a regáli jövedelmet, ami hát 100 forintról indul, de a század fordulóra már 1000 koronát ért el, és a koronát elosztjuk kettő, akkor az 500 forint, tehát az ötszörösére növekedett, és a század fordulón egy olyan szabályzat volt érvényben, hogy 40 különböző regisztere volt az árfekvéseknek, hogy kinek mennyi éves díjat kellett azért fizetni, hogy egyáltalán elkezdhesse a királyi regáli jövedelem hatókör alá eső italoknak a mérését. Szóval elvileg lehetett ilyen kávéház, ahol pálinkát is lehetett inni, de akkor a pálinka mérésre vonatkozó szabályoknak is meg kellett felelni. Zenén és éjféli 12 óráig engedtetett meg a kávéházakban, a kávé mérésekben ez tilos volt, tehát egyáltalán egész nyitvatartási időben tilos volt zenét játszani, és 11 órakor be kellett zárni, míg a kávéházaknak egyébként egész nap nyitva lehettek. És ehhez képest eltelik mintegy 11 év, tehát egy bő évtized, és hirtelen olyan megkülönböztetést látunk a kávéházak és a kávémérések között, aminek nyoma nem volt még a 77-es rendeletben, ami egy 72-es törvényhez kapcsolódva alkotott meg a Székesfővárost. Tehát azt látjuk, hogy radikálisan el akarják választani a kávémérések és a kávéházak világát, ami legalábbis nekem, mikor először találkoztam ezzel a tévvel, az egy dolog, hogy nem nagyon szerepel a kávé az irodalomban ez a fontos kérdés, pedig láthattuk, hogy mondjuk Óbudán hasonlóan alacsony számban voltak, de azért Józsefvárosban például mennyivel több kávémérés volt, mint kávéház, és azért a kávé fogyasztáshoz nyilvánvalóan ennek a szélesebb szegmensnek is köze van, de mindenféleképpen furcsa, hogy miért nem lehet ezt rábízni a piacra, meg a szereplőkre, hogy ki minek hívja magát kávéháznak, vagy kávémérésnek, na olyannyira
nem lehetett a piacra bízni, hogy ez valóban visszavezet egészen a reformkorig, amikor egyrészt felfedezik a tekeasztal fontosságát, amivel be lehet csalogatni a kávéházba a vendégkört. Ez tulajdonképpen biliárdasztalnak lehet, vagy a féle szerzet. A 19. századi nyelvben ugye a teke asztal az biliárdasztalt jelent, hát az ember belegondol, hogy asztalon tekézni, a teke mai értelmében nehezen lehetett, de nyilván arra is utal, hogy ezek a szórakozási formák valahogy ugye egymásból alakultak ki, vagy Norbert Elias kevésbé magyaros kifejezésével differenciálódtak ki egymásból. És egyébként már akkor fölmerült, hogy bizonyos szórakozóhelyek típusok, mint például a kávéházak tulajdonosai, tulajdonképpen próbálkoznak azzal, hogy csak a kávéházakban lehessen tekeasztalt tartani. Próbáltam ennek utána járni, hogy a korszakban volt-e ilyen, hogy kávéház rendelet, hogy ezt esetleg külön rendeletbe szabályoztak volna, hogy mi a kávéház, vagy nem. Ennek én nyomát nem találtam, azt nem állítom, hogy nincs, csak éppen most beszéltem egy sörtörténész, ex-levéltáros kollégával, aki kifejezetten azt mondta, hogy ő is olvasta, hogy sörrendelet, de ő sem találta nyomát beleértve a Buda és Pest szabadkirályi városok, illetve főváros referenseivel a BFL-be, és ők sem tudnak ilyen szabályzatról. Amit a tanácsülési jegyzőkönyvekből lehet tudni, hogy egyedi esetekben, tehát kellett engedélyt kérni kávéház nyitáshoz, és ezt egyedi esetekben adta meg a tanács, illetve nem adta meg. Én főleg az 50-es évnek a tanácsülési jegyzőkönyvét néztem meg részletesen, Széchenyi Mihály kollégám tanulmányán felbuzdulva, aki felfedezte az 50-es prostitúciós rendeletet, amivel majd egy hónap múlva fogunk részletesen foglalkozni a múzeumok éjszakáján, és ezután nyomoztam a tanácsülési jegyzőkönyvbe, hogy vajon mikor fogadhatták el ezt a rendeletet sikertelenül, tehát ennek továbbra sincs nyoma, csak a rendeletek tárában van meg, de ott megvan, úgyhogy ismerjük. A tanácsülés nem foglalkozott vele, viszont minden nap több olyan ülés van, hogy XY kávéház nyitásáért folyamodik a tanácshoz, de a tanács megállapítja, hogy ezek a kávéházak rendkívül veszélyes helyek, rendkívül elszaporodtak, rendkívül sok gondolók, ezért a kérés nem teljesíthető, és 100 ilyen elutasítás után van egy, amikor kiadják valami bizottmánynak, hogy vizsgálja meg a kérdést, hogy az engedély megadható-e. Tehát egyedileg kellett engedélyt kérni arról, hogy különösebben milyen formalizált szabályai vannak, hogy ezt megadták, vagy sem, arról egyelőre a kutatás, ezzel a válaszsal a kutatás még adós, ezt a korszakot tekintve, viszont a mi korszakunkat tekintve ezt tudjuk, hogy az 1888-as közgyűlés által elszabadult szabály új szabályokat hoz be, és kőkeményen választja a kávéméréseket a kávéházaktól. Itt szigorúan szabályozzák, hogy kávéház csak az az üzlet lehet, amely utcai föld feletti helyiségben gyakoroltatik, pince helyiségekben nem lehet kávéházat nyitni. Ismeretes a Pest városi kapitányság irataiból, hogy a 60-as évek vége és a 70-es évek vele ez az a korszak, amikor lépten nyomon egyrészt a kávés ipar társulat, másrészt mindenfajta kávéházasok állandóan panaszkodnak, hogy ki mindenki nevezi magát kávéháznak. Nyitnak egy helyiséget, amit árulnak, az inkább most így a korunk nyelvén, az inkább nevezhető valami lőrének, mint kávénak, de pofátlanul kiírják, hogy kávéház és még prostituáltak is találhatóak, időről benne a Thais Elek iratai között, ugye rengeteg ilyen van, és feltehetőleg a panaszok még általánosabbak lehettek, mint amennyit ezeknek az iratoknak a mennyisége sugal, mert ezek töredékében fennmaradt iratoknak tekinthetőek, tehát valószínűleg nagyságrendekkel több ilyen
irat volt, mint, és ez egy állandóan visszatérő téma, hogy állandóan firtatják, hogy ki lehet kávéhez, mi lehet kávéhez. De mint láttuk a 77-es rendeletben, ott írnak ilyeneket, hogy az egyik helyen nem lehet zenélni, és be kell zárni 11-kor, a másik nyitva lehet. 0-24-ben, ahogy ma mondjuk, de csak éjfélig lehet zenét játszani, és a zene csak 7 órakor, reggel 7 órakor kezdődhet el újra, de más különösen nincs. Itt viszont kőkemény szabályok jönnek be. Az egyik, hogy földfeletti helyiség utcai bejárattal. Legalább 2 rendes nagyságú tekeasztal kell, hogy legyen benne. Vajon mi a fenének jó az a kávéházaknak, hogy 2 tekeasztal legyen bennük. Kávéház felírással kellett megjelölni. De az világosan érthető, hogy ha valaki kiírta, hogy kávéház, akkor be lehetett oda menni, és lehetett ellenőrizni, hogy vajon megfelele a 88-as új szabályokkal. És ha ez megvan, tehát megvan a földfeletti helyiség, megvan a 2 tekeasztal, megvan a kávéház felírás, akkor bizonyos jogok illetik meg. Minden nemű olyan játék, ami nem tiltott. Ez lehetett kártyajáték, vagy más eszközökkel játék, az csak a kávéházban lehetett játszani. Tehát a kávémérésben nem. Ez is fölveti a kérdés, hogy tulajdonképpen miért zavarta a tanácsot, és ez világos, hogy a kávémérés az valami gyengébb minőség, gyengébb felszereltség, kisebb helyiséget jelentett általában is, mindenfajta szabályozás nélkül is, de mi értelme volt egy ilyen szabályt bevezetni, hogy aki kávémérésbe megy, az nem játszhat. Én itt valami társadalmi elválasztást érzek abszolút. Nagyon tájékozott vagy itt a munkás osztály kialakulása ügyében, úgy látom. Szóval, hogy ez roppant furcsa, nem? Hogy az egyik helyre megy valaki, ott űszett társasjátékot, a másikon nem űszett. És nem arról van szó, hogy tiltott kártyajátékokat nem lehetett űzni, mert nem lehetett űzni sehol, hanem arról van szó, hogy az egyik helyen lehettek prostituáltak, a másik helyen nem lehettek, mert nem lehettek prostituáltak egyik helyen sem. Aztán már jön Boda főkapitány úr 1900-ban egy főkapitányi rendelettel, aminek még a legitimitását sem hajlandóak számosan elismerni, de erről majd a következő hónapban beszélünk, amikor aztán a prostituáltak szép lassan, bár korlátozott mértékben, de fél évszázados küzdelem után, az 1850-es rendelet után végül is elkezdhetik térfoglalásokat a kávéházakban, hát nem szűk társadalmi csoportok felháborodására, és persze további tiltakozásától kísérve. Tehát a kávéház, mihelyt megszerzi magának ezt a jogot, akkor nem tiltott játékot azt engedhet a népeknek, tarthat zenét, tehát lehet benne zenekar, reggel 7-től lehet zenélni, éjfélkor abba kell hagyni, továbbra is korlátlan ideig nyitva lehet lenni, tehát 0-24 órában, viszont vendégek kiszolgálására csak férfi személyek alkalmazhatóak. Ezzel szemben a kávémérésekben, ha családtag, akkor lehet női alkalmazott, de természetesen neki is szigorúan erkölcsösnek kellett lenni, mert ha valami kifogás merült fel az illető hölgy családtal erkölcsével kapcsolatban, akkor lehetett számolni esetleges hatósági retorziókkal. És első verzióban azt mondta ki a tanács, hogy ha nem fér be valahova 2 tekeasztal, akkor 1 tekeasztalt tilos berakni. Így az a helyiség, ahol csak 1 tekeasztal fér be, ami biliárdasztalt jelent a mai magyar nyelvben, akkor az nem lehet kávéház, hanem csak kávémérés. És nem lehet ott társas játékot sem játszani. És itt jön ez a fura, a munkás mozgalom történetében felhalmozott axiómákhoz képest mindenképp váratlan fordulat itt a történeti kutatásban, hogy a városi tanács 1887-ben egy hivatalos iratban, amikor egy 84-es verzióját a kávéházak és a kávémérések működésének firtatja az összes ipartársulat. Ez a másik érdekessége a dolognak, ha megnézik az e-levéltárban, az elektronikus levéltárban,
a 9-es fontfőcsoportot, ott vannak összegyűjtve az ipartársulatok és a ipartestületek. Nagyon röviden összefoglalva megszűnnek a céhek a polgári világ beköszöntével. Szabad a vállalkozás, tehát senki nincs semmilyen szervezethez kötve, hogyha kávéházas akar lenni, akkor eldöntheti, hogy belép-e egyébként valamilyen szakmai szervezetbe, vagy önállóan űzi. De minden esetre létrehozzák az ipartársulatokat, sokszor a céhek tulajdonképpen átmennek, de már nincsenek olyan erős jogosítványok a szakma gyakorlói fölött, mint a két háború közötti időszakban pedig az ipartestületek váltják majd ugyanezt ezt a dolgot. És mivel ezek mögött, a szabályok mögött a nagyobb kávéházak, a tőkerősebb kávéházak lobbire ereje is ott van, de nem csak az, hanem ebben van egy politikai akarat is, tehát így a tanács tagjai hajlanak afelé, hogy ketté válják a kávéházak és a kávémérések világát, és egy 1885-es iratban azt mondják, hogy a kávémérésnek a természet adta funkciója, mint hogyha ez bele lenne kódolva. Természet adta. Nem azért, mert ők úgy gondolják, hogy legyen az a funkció, hanem természetet a funkciója az, hogy a munkásosztály a számára megfizethető és fontos kávé táplálékkal ellássa. De arról szó sem lehet, hogy a kávémérésekben, társas játékot lehessen játszani, mert egyszerűen a munkások olyan keveset keresnek, hogy azt a tanács nem engedheti meg, hogy ügyes élelmesek elhaknizzák játék keretében a munkásoktól azt a kevés kis pénzüket. Ugyanez a kávéházak vonatkozásában, amiknek természet a funkciója a tanács szerint, hogy az az úri társadalom gyülekező helye legyen, ott ezt meg lehet engedni. A két tekeasztal kötelezővé tételétől is azt várják, hogy innentől kezdve a kávéházak olyan nagy alapterületűek legyenek, hogy nagyságrendekkel nagyobb legyen annak a bérleti díja, meg mindenfajta adója, ezért ott drágább árucikkeket árusítanak, tehát csak a jobb módúak engedik meg magukat. És ez két létütnek egy csapásra, mert ki is szűrik. Tehát világosan kimondják, hogy úgy képzelik el Budapest térbeli társadalmi rendjét az italfogyasztásra szolgáló szórakozó helyek kapcsán, hogy legyenek kávéházak, amelyek legyenek drágák, hogy csak a polgárosodó rétegek tudják ezt megfizetni. Uh-huh. Ez a kutatási tapasztalat meglehetősen konfliktusban áll azzal a kávéház irodalomban széles körben megtelhető, hogy a kávéházak azok a demokrácia helyei, és hogy tulajdonképpen az egy olyan műfaj volt, aminek amúgy is több változata van, és végül is minden foglalkozáscsoportnak megvan a maga kávéháza. Ez valószínűleg egyébként igaz is, csak valahogy mindig feledésbe merült, mert egyszerűen ez az iratanyag nem volt ismert, nem volt felfedezve, hogy ugyanakkor várospolitikai rangra emelkedett ez az elképzelés, hogy a kávéházban munkások, jelentsenek most a munkások bárkit is, ne legyenek jelen, hanem ők a kávémérésekben menjenek. És hát akkor felvetődik több kérdés, egyrészt, hogy mitől ez a nagy energia, hogy elválasszák egymástól a társadalmi csoportokat térbelileg is. Vajon ez csak egy szándék volt, és hoztak mindenfajta rendeleteket, de az élet úgy is ment tovább, és a kávémérők, amikor kicsit anyagilag megerősödtek, akkor úgyis igyekeztek kibővíteni a helyeiket, vagy átköltözni egy nagyobb helyiségbe, és kávéházra váltani a kávémérésüket, és a tanács ugyan erről köthetett, de ebből úgyse valósult meg semmi. És egyáltalán hogy van az, hogy a városi tanács egyszer csak azt mondja a városlakók egy csoportjára, akiket azzal ír le, hogy a kávémérésekbe kell, hogy járjanak, és a kávémérések természet ott a funkciója, hogy ez a csoport oda járjon és ott fogyasszon. Azt nem mondják, hogy mert az felel meg a kultúrájának, de a sorok között olvasható, de azt mindenféleképpen mondják, hogy az felel meg amúgy is az ő pénztárcájuknak. Igen. Szóval ezek minden esetre
érdekes kérdések. Hát meg az is elképzelhető, hogy ugye azt említetted, hogy aggodalom volt, ugye a levélben az elején lehetett tudni, hogy azért a közbiztonság, közbátorsága, ahogy ott említették, hogy akkoriban ugye emiatt sokat aggódtak. És lehet, hogy azért is volt ez a társadalmi elválasztás, hogy ahol azokban a kávéházakban, ahova az úrép közönség jár, ott ne csináljanak ricsajt, úgymond a idézett elérve a munkáshoznak. Egy bizonyos értelemben nem jó hírben álló intézmények voltak. A vita kapcsán éppen az egyik kávés testület, mert ebből egyébként aztán ez az egész vita, amit egyébként aminek voltak egyébként a hétköznapi szereplői között, tehát a kávésok között is voltak gerjesztői. Uh-huh. Ez oda vezetett, hogy egyszer egy kávés írta azt, hogy hát a kávéház az milyen veszélyes hely, mert hogy oda egész napos ott létre, meg szórakozni, vágyni mennek az emberek, és hogyha ez nincs jól szabályozva, akkor ennek erkölcstelenség a vége is. És léhaság, és akkor a kávéházak tulajdonképpen ilyen 20. századi szociológiai nyelven fogalmazva deviancia találkozó helyé válnak, és mindent meg kell tenni, hogy ez ne következzen be. A másik beadványban viszont azt olvassuk, a kisebb kávés helyek, most ne határozzuk meg, hogy kávéházak vagy kávémérésekről van szó, a kisebb helyek képviselői egyenesen azt mondják, hogy nem, hogy háttérbe akarják szorítani, hanem az egyik beadványban egy nagyon erőteljes kifejezés használja, hogy a nagy kávésok ki akarnak minket írtani. Tehát, hogy egyrészt van egy ilyen szakmán belül konfliktus, oda vezet, hogy van már kávés testület, ipartestület, aztán valaki alakít egy ilyet, hogy kávésok és kávémérők ipartestülete, ami ráadásul a minisztériumba át is megy, és már mikor megalakul, akkor döbbennek rá, hogy úristen, akkor most több ipartársulat van, és hogy ez mi. Egyébként ennek ha megnézzük az ellenvéltárán a 9. fontfőcsoportot, a BFL-ben az ipartársulatok és az ipartestületek fondjait őrző nagyobb egység, és ott egy kávés társulat, meg egy kávés ipartestület szerepel, és még ott sincs nyoma ennek a konfliktus, ami viszont odáig ment, hogy még a szakmai szervezetek szintjén is földarabolódik a szakma, és ők egymással is néha együttműködnek, de néha bizony egymás ellen is játszanak a különböző szabályzatok kialakításában. De hogy ne fogjam vissza a végkövetkeztetést, most már én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben újra kell gondolnunk kedvenc témánkat, a polgárosodás témáját, mert nagyon gyakran úgy képzeljük el a polgári átalakulást, amelynek egy olyan étosz van a hátterében, bár arra számítok, hogy erről most itt is nagy viták lesznek, ha befejezem a mondandómat, hogy tulajdonképpen mindenki a polgári jóegyenlőség szellemében egy olyan gazdasági, társadalmi és kulturális rend kialakítására törekszik, ez a korai modern Magyarország és benne Budapest, Székesfőváros is, hogy mindenki számára elérhető legyen valamilyen fajta polgárosodó pályára való ráállás. Én ezt tekintem a polgárosodás sokféle definíciója közül, ezt tekintem olyannak, ami szerintem értelmesen vethető fel egy polgári átalakulás korában és annak mondjuk első 50 vagy 100 évében. De itt, pont ennél a konfliktusnál, a kávéházak és a kávémérések konfliktusánál azt látom, hogy illúziókat kergetünk mi utókor, mi történészek. De erről szó sem volt. A kortársak ennél reálisabbak voltak, vagy előítéletesebbek voltak, ezt nem tudom. Mert úgy tűnik, hogy nem hittek abban, hogy ez mindenki számára valami fajta polgárosító pályára való ráállás az elérhető lenne, hanem mintha nagyon is abban gondolkodtak volna, hogy ahhoz az egész új magyar főváros felépítéséhez, Budapesthez munkásokra is szükség van. Kőrsi József már az 1870-es népszámlálás adatait feldolgozó monográfiában arról ír, hogy fölötte sok a proletár Budapesten, és fölötte kevés a tőkepénzes. Tehát, hogy az arányok mindenféleképpen a kétkezi munkájukból és valami fajta bérmunkából élő
Uh-huh. Szó nincs arról, szerintem ebben a korszakban még, később majd szó lesz, hogy valami fajta termelési eszközöknek valami fajta monopóliuma alakulnak. Ez egyébként nem csak Marx, hanem ez nagyjából Max Weber uh-huh. is valami ilyen elgondolások mellett definiálja azt, hogy mit gondol az osztály kategóriája körül. Tehát az a gazdasági életben egy meghatározott csoportot jelent, amit azt határoz meg, hogy mennyire tudja monopolizálni a termelési eszközöknek a tulajdonát. Csak míg Marx ebből levezet egy általános társadalmi státusz, hogy akkor a kapitalista társadalomban, ha van ilyen, ő azt gondolta, hogy van, a burzsuázia, a domináns társadalmi osztály nem csak a gazdaságban, hanem egyáltalán mindenhol, társadalmi viszonyokban, politikában, mindenhol ő határoz meg mindent. Addig Weber azt mondja, hogy ez nem ilyen egyszerű, hanem három tagolódás van. Van egy politikai tagolódás, van egy társadalmi tagolódás, van egy gazdasági tagolódás. A három közötti viszony aktuális, tehát egyedi verziója, az határozza meg, hogy az adott társadalom az hogyan működik. Marxal, tehát ott lépő versenybe, hogy nem egy monolitikus modellt állít, hanem egy hármas modellt állít föl, és nem mondja azt, hogy a gazdaság a domináns, vagy a politika, vagy a társadalom, hanem a három egyszerre számít szerinte, és az minden társadalom esetében más lehet, hogy ebből milyen összkép, hogy milyen összkép jön ki. Most amit látunk, hogy a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt, hogyha termelési eszközökhöz való viszony monopolisztikus helyzetéről még nem is lehet beszélni, bár aztán egyre inkább már lehet, ahogy a gyáripar megerősödik, meg ahogy növekednek ezek a jövedéki adók, hogy mennyibe kerül az az embernek, hogy egy pálinkamérést, egy kávémérést, pláne egy kávéházat beindítson ott, úgy egyre inkább már valóban bejön az a tézis, az a marxi és a marxizmus által is használt tézis. A kettő azért nem ugyanaz, gondoljunk arra, hogy Marxtól származik az az idézet, hogy én nem vagyok marxista. Ezt talán legelőször éppen ő mondta ki. És tehát még nincsen szó a termelési eszközök monopóliumának, de arról már szó van, hogy a munka megosztásban elfoglalnak egy sajátos helyzetet, és lehet, hogy az egyik cseléd, a másik napszámos, a harmadik iparsegéd valamilyen műhelyben, de már megvannak mind a jövedelmekben, mind a lakás viszonyokban, mind az élelmiszer és italhoz való hozzáférésben, minőségben és mennyiségben, itt megvan a közös pont. Ezt jó, hogy mondod, bocsánat, mert majd itt mindenképpen térjünk egy kicsit arra, amit említettél még az elején, hogy amikor a munkásosztály, amikor ugye ezeket szabályozni kezdik, a munkásosztály tiltakozik amiatt, hogy az ő életmódjába bele szólnak ezzel. Erre egy kicsit majd mindenképpen térjünk ki, hogy milyen volt ez az életmód. Tehát mert szerintem érdekli, hogy kicsit ebbe az irányba konkrétumok felé elmegyünk a hallgatóságot. Igen, jogos ez a kérdés, de még befejez az először, tehát hogy van a munka megosztásban elfoglalt helynek egy sajátossága, ami csoportszinten jellemzi ezt a kétkezi munkájából élő társaságot, és van az, hogy őket a városi tanács egy hivatalos iratban is, és sejthetjük, hogyha ez egy hivatalos iratban 1885-ben leírásra került, akkor emögött volt egy diskurzus is, ami valahogy kiforrott, hogy őket úgy detektálják, úgy azonosítják, mint a budapesti munkásosztály. Ami nem azt jelenti, ezzel vitatkoztam össze egy kicsit a volt főnökömmel ma a levéltárban, hogy ez nem azt jelenti, hogy a pálinka mérések és a kávé mérések konstituálják meg a munkásosztályt, hanem azt jelenti, hogy az ezen intézmények körüli konfliktus, amik ők gyakran használtak, ezek hagytak nyomot az iratokban, és így tekinthetünk bele ennek a munkásosztálynak a helyzetébe, de valójában ennek a munkásosztálynak a létét két dolog határozza meg. Az egyik, hogy van egy sajátosan a munkamegosztásban elfoglalt helyzetük, ami minden tagjuk között közösséget teremt, és van a városi tanács, nekik ugye nincs szavazati joguk, ott meg olyan emberek ülnek, akiknek meg van szavazati joguk, tehát mindenféleképpen egy másik, alapvetően másik, minőségileg másik társadalmi kategória, őket munkásosztályként definálja az 1880-as években. Szerintem ez innentől fogva, hogy ez a iratanyag felszínre került, ez elvitathatatlan.
És itt jön a dolog, hogy viszont lehet-e osztálytudat nélkül osztályról beszélni. Azért ez egy fogas kérdés. Ha E.P. Thompsonnak az Angol Munkásosztály Születése című munkáját vesszük. E.P. Thompson 56-ig kommunista volt, kommunista pártnak, azt hiszem a brit kommunista pártnak, vagy angol kommunista pártnak, ezt nem is tudom pontosan, tagja is volt, 56 után szakít és a mozgalommal, de továbbra is nagyon határozottan baloldali, érzelmű, történész és gondolkodó, és bizonyos értelemben politikai mozgalmakat szervező értelmiségi marad, és 59-ben írja meg ezt a könyvet, tehát amikor már szerintem már nem is marxista, vagy csak egy nagyon sajátos személyre szabott értelemben, de semmiféleképpen nincs köze a kommunista mozgalomhoz annak a legtágabb értelmében sem. És ha én jól értelmezem, akkor azt mondja, hogy na, arról szó sem lehet, hogy dolgozó osztályokról beszéljünk, és úgy pújtsuk fel a történelmet, és úgy tüntessük el a munkásosztályt, hogy csak dolgozó osztályokról beszéljünk. Szerintem munkásosztály nagyon is van, de a könyve előszabában azt mondja, hogy szerinte nem volt nagyobb tévedés a történelemben, amikor azt gondolták, hogy ez a munkásosztály valami univerzális, és hogy valami univerzális osztálytudat rendelhető hozzá. Ő nem említi Lukács György Történelmes Osztálytudat című művét, de nekem mindig az a gyanúm, hogy mintha az lenne, kimondatlanul is az lenne a célpont, ami az a vicces, hogy egyébként 1959-ben Lukács sem tartotta érvényesnek ezt a 24-ben publikált, a 23-ban publikált munkáját már, és az abban szereplő álláspontokat egy eltévejedésnek gondolja már 1930 óta. Hanem ő azt mondja, hogy egyedi helyzeteket kell vizsgálni, és az egyedi helyzetekben való viszonyokat kell vizsgálni, és egyébként a dolgozó osztályok versus munkásosztály, abban az a vicces, hogy az angolul a dolgozó osztályok úgy hangzik, hogy working classes, a munkásosztály meg úgy hangzik, hogy working class, tehát csak egy többes és egy egyes szám választja el egymástól. Milyen szerencsések vagyunk mi magyar anyanyelvűek, akik ezért ezt határozottabban is el tudjuk különíteni. Tehát, hogy a társadalmi csoporton belüli viszonyok és a társadalmi csoportok közötti viszonyok azok, amik döntenek az egyedi szituációban. Így tulajdonképpen a dualizmuskori Pesten is ezt alkalmazhatjuk, csak egy probléma van, hogy na, ahhoz aztán ragaszkodik, hogy osztálytudat, tehát a közös sors, a közös élethelyzet, a munka megosztásban elfoglalt közös helyzet, nek egyfajta csoportos tudata, na, ahhoz aztán E.P. Thompson is ragaszkodik, de amit itt Budapesten látunk, ez mintha ennek is ellent mondana. Persze ez csak egy ideig áll fönt, mert mondhatjuk azt, hogy a kávéházak, illetve a kávémérések és a pálinka mérések voltak azok a helyek, ami ez a városi tanács hozzárendelte a munkásosztályt, egyfajta térbeli társadalmi definíciót alkalmazva ezekre. És majd a gyár lesz az, amikor ez megizmosodik, valamikor a századforduló körül már mindenféleképpen ez a helyzet. Lesz majd az a hely, ahol majd megszületik a közös tudat, az osztálytudattal rendelkező munkásosztály. Ez persze csak hipotézisként mondom, mert mondjuk legalábbis az én kutatásaim még mondjuk nem tartanak itt, de kollégák tanulmányait is olvasva ezt el tudom képzelni, hogyha tovább járunk ezen a kutatási nyomon, akkor ide, akkor könnyen lehet, hogy erre a végkövetkeztetésre fogunk kiukadni. És akkor nézzük a képanyagot, hogy el tudjuk dönteni, hogy vajon tényleg megtörtént ez a szétválasztás, vagy ez csak a városi tanács álma maradt. Nézzük. És a közigazgatási hatóságnak mindig megvan az a jó vagy rossz tulajdonsága, hogy hoz egy rendeletet, onnantól kezdve a rendeleten keresztül látja a valóságot, összemosodik a kettő, és fogalma sincs arról, hogy egyébként az élet másképpen van. És az első fotó a Nádor utcából származik, a Lipótváros közepéről, 1900-ról, egészen más képet nyújt ez a szelet a Nádor utca, mint ami bennünk él a Nádor utcáról, de hát Budapest kiépülésének, vagy a Budapest egyesítés után még mindig csak 27 évvel vagyunk, és még azért számos épület, ami már régóta meghatározza, a városképet még nem áll. És itt azt látjuk, hogy bizony egy pálinka mérés és egy kávé mérés
kifőzés, az itt egymás mellett szerepel. Ugyanígy látjuk, ez a fotó, ez azért került be, ezt azért fotózták le ezt a helyet, mert ott, ahol ez az emeletes épület látható, ott állt Jókai Mór és Laborfalvi Róza tizenvalahány szobás háza, ami meglehetősen falusias ház volt, a Józsefváros akkor nagyon külső részének számító helyen, és azt a város növekedés, amikor elérte azt a helyet, azt egyszerűen a Városi Tanács kisajátította, kártalanította a Jókai házaspárt, és ezt a emeletes házat építették a helyére. De mi néha a fotós mást fotóz, és a történész mást hasznosít a fotóról. Itt láthatjuk egymás mellett, itt van a kávémérés. A sarokban. Oda megyek. Igen. Tehát itt van a kávémérés, tehát ez a nyitott ajtó, és itt pedig a pálinka mérés a Koszor utcai. Milyen szép üvegek vannak. Sarkon. És akkor az utolsó, amit akarok mutatni, mindig elfelejtem annak a élelmiszer üzletnek a nevét, ami ennek a... Szóval József körül. Helyén van. Itt van ez a József körút. Hát igen. Ez a Rökszilárd utca. Most talán idő van a helyén, nem is tudom. És itt akkor látszik Penny. Köszönöm szépen. Van. Tehát a Penny Market van most a Baross Kávéház helyén, amit látszik is, hogy ugyanúgy mindkét oldalon, mind a József utcai, a Krúdi utcai, mind a József körüti oldalon hosszan elnyúlik. Tuti, hogy két teke asztal befért. Szerintem négy is befért, ahogy elnézem. Nagyon szép nagy. És a kávémérés pedig a kép nekem bal oldalán, maguknak jobb, tehát rendezői jobb oldalon található. Tehát olyannyira végbe ment ez az elválasztás a jelek szerint, ezt a 90-es években fotózta Klösz György, hogy néha egymás mellett voltak, mégis elkülönítve. Más volt a célcsoport, persze. És ugye ezt tudjuk, ezt a korábbi kutatás is föltárta, hogy Budapest nagyváros, de mégse figyelhető meg az angol szász nagyvárosokban jellemző szegregáció, hanem a bérházakban kevert társadalmak élnek, és akkor minden történésznek már nemzedékek óta az mozgatja a fantáziát, hogy hogyan lehetne ezeknek, amennyiben van forrás, már pedig rengeteg forrás van erre, a bérházon belül társadalom elkülönülését hogyan lehetne magyarázni, valószínűleg széles körben ismert Halák Péter elképzelés, aki emeleteken helyezte volna el a különböző társadalmi csoportokat egy bérházba, ismert a főlépcső és a cselédlépcső vagy melléklépcső közötti vertikális felépítés kimutatására vonatkozó erőfeszítések is közismertek. Ezeket soha nem sikerült persze a maga tiszta formájában bizonyítani, hogy így is lenne. Egyszerűen csak nagyon kevertek mindig, egészen a 1945-ös időszak végig nagyon kevertek maradnak ezek a budapesti bérházak. Nem nagyon lehet szabályosságot felfedezni, hogy a középosztály és a tőle fölfele, vagy a tőle lefele elhelyezkedő társadalmi rétegek egy bérházon belül hogy helyezkednek el. De minden esetre ezt most itt is tetten érhetjük, hogy a munkás osztálynak rendelt kávémérések és az úri társadalomnak rendelt kávéházak, azok minden esetre karnyújtásnyira egymás mellett vannak, de határozottan elkülönítve. És én azóta, mióta egyébként merőben csak illusztrációs célból ez az előadáshoz keresztem ezt a képeket, most már meg vagyok róla győződve, hogy a tanácsnak ez az első körben kicsit képtelen tűnő elképzelése, hogy a kávéházakat és a kávéméréseket így szétválaszza. Ez úgy tűnik mégis végbe ment, hiszen látjuk, hogy még a testületek, a szakmai testületek is aprózottak, és néha szaporodtak, aztán néha összefogtak egymással érdekérvényesülni, néha egymás ellen focisznak, de hogy úgy tűnik, hogy a századfordulóra mégiscsak létrejön ez a felosztás. És akkor van a pálinka mérés, ami most rosszul járt, mint téma, amiről ma keveset beszéltünk, de tulajdonképpen a pálinka mérések sorsa, az kevésbé konfliktus, a 90-es években ez is a konfliktusok előterébe kerül, akkor ugyanis már a
budapesti idegenforgalom fejlesztése miatt a pálinka mérések előtt az utcán tartózkodó és pálinkát fogyasztó munkások látványát igen-igen nagy idegenforgalom veszélyeztető tényezőként azonosítja a városi tanács és a várospolitika különböző szegmensei, és két helyen indítanak támadást. Egyrészt, hogy csökkenteni akarják a nyitvatartási időt, a másik pedig, hogy ki akarják tiltani bizonyos helyekről. Ezt az utóbbit, ha nem is jó szájzzel, de még el is tudom fogadni, ugyanis a Kerepesi út az tényleg úgy nézett ki, hogy mind a 7. és 8. kerületi oldalán, az volt a kivételes, hogyha valamely háznak a földszintjén nem működött ilyen pálinka mérés. Amikor onnan ki akarják szorítani őket, akkor a Kerepesi út 45, ma Rákóczi út, és a Kerepesi út 55 számban is van egy zsidó pálinka mérő, az egyik kibulizza magának, hogy továbbra is ott maradhasson régi érdemeire való tekintettel, hiszen ő császári és királyi udvari szállító címmel rendelkezik, már vagy 40-50 éve ott működik ez a pálinka mérése 95-ben, mikor ez a kitiltás őt fenyegeti, és erre Lipman Jakab, a másik, szintén zsidó pálinka mérő, aki viszont nem rendelkezik az udvari és császári szállító címével, és nem virilis képviselő, mint a Grauer Miksa, az előbb említett másik pálinka mérő. Ebből óriási konfliktus lesz, és nem kis korrupcióról adva tanúbizonyságot. A Lipman Jakab esetében ragaszkodnak hozzá, hogy onnan tűnjön el. Egy dúsgazdag emberről van szó, 17 bérháza van, amikor meghal a 20. század elején, 17 bérházat hagy az örököseire. Közjegyzői iratok, számos közjegyzői irat maradt fönt, és a cégbíróság, a cégének a cégbíróság irata is fönnmaradtak, a Grauer Miksának kevésbé vannak közjegyzői iratai, de a cég iratai az ő esetében is fönnmaradtak. És egy képviselői csoport, mikor a törvényhatósági bizottság megszavazza, hogy a Grauer Miksa az ott maradhasson a Kerepesi úton, az fölterjesztést intéz a belügyminiszter, hogy ez egy képtelen korrupció, hogy lehetséges, hogy valaki csak azért, mert virilis képviselő, az mentességet kap egy általános szabály elől, de a belügyminiszter simán lesöpri ezt a dolgot. De azt gondolom, hogy attól, mert Budapest szerelmesei vagyunk, attól még azért az árnyoldalakra is rá kell világítanunk. Viszont ami a lényeges, hogy nem a két zsidó kereskedő, gazdag kereskedő között van a társadalmi konfliktus, az alapvető társadalmi konfliktus, hanem tulajdonképpen a munkások és az úri társadalom között. Nem csak azért, mert hogy kiszorítják őket a kávémérésekbe, ez csak az egyik dolog, hanem a pálinka mérések, mikor nem tetszenek a már a tanácsnak, meg az úri társadalom tagjainak, akkor megpróbálják megnyírbálni a nyitvatartási idejüket. És ez úgy néz ki, hogy a munkások Óbudán már 3-kor fölkeltek, hajnali 3-kor, és lementek ezekbe a kávé és pálinka mérésekbe, és ott reggeliztek, megitták a maguk kis kávéját, pálinkáját, és úgy mentek ki Óbudán, ez valószínűleg már a hajnali 4 óra, de legkésőbb a hajnali 5 óra, őket már a munkában értek. Ezek a kávé és pálinka mérések valami kevés forgalmaztak aztán, sötétedésig, amikor is visszatértek a munkából a munkások, és betértek ide vacsorázni, és szintén nem kevés pálinkát és kávét fogyasztottak. És ekkor a városi tanács előáll azzal, hogy nem engedi kinyitni őket olyan hajnalban, hanem kötelezi a pálinka méréseket, hogy csak 6-7 órakor nyissanak ki, ami teljes képtelenség a munkásosztály életformája tekintetében, ugyanis nekik erre van pénzük, hogy ott fogyasszanak, és ott reggelizzenek, meg ott vacsorázzanak, és az esti nyitvatartásokat is próbálják beszűkíteni. És úgy tűnik, hogy nem kell osztálytudat ahhoz, hogy ez sikerre vigyen. A fogyasztó munkásosztály és a kínálati oldal alsó középosztályi pálinka mérői itt sikeresen lépnek föl, és előveszik a kapuzárási rendeletet, még a 80-as évekből, amely egyértelműen 10 órában határozza meg a kapuzárásokat, és a kapunyítást is reggel 5 órában, és akkor az a döntés születik, hogy nem lehet attól
eltérni, és nem lehet a kapuzárásnál hamarabb bizárórát rákényszeríteni a pálinka mérésekre, és így legalábbis addig, amíg ez a munkásosztály éli ezt a fajta életformáját, és föl nem szívja őket, legalábbis a nagyobb részüket a gyáripar, addig ez az életforma így fennáll, és tulajdonképpen ez az a pont, ahova eddig legközelebb jutunk, az eddig szerintem nagyon kevésbé vagy egyáltalán nem ismert, vagy esetleg csak statisztikai méreteit tekintve ismert legkorábbi, de már modern budapesti munkásosztály életformájához. Nem tudom, hogy neked van-e még kérdés? Igen, azért érdekes egyébként, nekem ez már régebb óta ezzel a témával kapcsolatban egy furcsa dolog számomra, hogy ugye itt a pálinka mérésekről van mindenhol szó, és oké, hogy ezt mondják, hogy ez ugye hungarikum, meg nemzeti ital, és egyébként fontos, de hogy egyébként meg amikor az ember ilyen közhelyesen gondolkodik a régi munkásosztályokról, vagy a nagy munkás italokról, akkor mindig a sör, vagy legalábbis nekem a sör jut elsőként eszembe. És furcsa az, hogy egyébként a pálinka mérés az, ahol alapvetően így a munkásosztály megtalálható, vagy hogy ez a neki az itala. Sőt, David Harvey, marxista, brit földrajztudós, aki New Yorkban tanít, ha már nem vált közben emeritusszá, tehát nem megy nyugdíjba, New Yorkban tanít, a City University of New Yorkon, és ő beszélt a tőke urbanizációjáról. Hát a pálinka esetében ez mindenféleképpen tetten érhető Pesten, ugyanis Lippmann Jakab azért tart ki olyan sokáig a küzdelemben, hogyha a Grauer Miksának szabad, akkor nekem is szabad, és akár mit csinál a tanács, én bizony itt fogok maradni. Ugyanis miért is áll bele ebbe a teljesen reménytelen konfliktusba egyébként a Lippmann Jakab, ami aztán úgy végződik, hogy el is tűnik onnan, tehát nem sikerül neki fenntartani az üzletet. Egyszerűen azért, mert vonattal érkeznek a Pest környékére érkező mindenfajta társadalmi csoportok, akiknek kialakul az az életformája, és Lippmann Jakab lényeiben ezen gazdagodik meg, hogy az első állomás az ő Kerepesi út 55 szám alatt található pálinkamérés, ahol beadják a kannáikat, elmennek körbe a maguk körútján, ez mindenkinek más lehetett, de nyilván lehetett egy csomó kereskedő közöttük, akik fölkeresték a budapesti piacokat, és beszerezték, amire szükségük van, és mielőtt felszálltak volna a keleti vonatra, és visszautaztak volna eredeti lakóhelyükre, azelőtt begyűjtötték a már teletöltött kannákat Lippmann Jakab, és ezt Lippmann Jakab a beadványaiban részletesen ismerteti, hogy ő tulajdonképpen mire és hogyan építette fel az üzletét, és a tanácsnak ez a felelőtlen döntése, hogy onnan őt száműzi. Ez még Grauer Miksa kártya nélkül is felháborító, de így, hogy a Grauer Miksa meg öt házzal arrébb ott maradt, ez meg aztán végképp. Tehát, hogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a pálinka fogyasztás ennyire elterjedt volt Pesten, ahogy ezek a kimutatások mutatták, hogy mennyivel több, vagy a sörözőknél is, sörméréseknél is több volt belőlük aztán a kávéházakhoz, meg a kávémérésekhez képest, meg aztán egészen nagy dömping volt belőlük. Ez nagyrészt összefüggetett azzal, hogy a több tízezres tömegben, és itt tegyük hozzá, hogy 10 évenként több tízezres tömegről beszéltünk, tehát minden népszámlálásban ez egyre több, 70, mert még mindig csak 200 ezer a lakosság, de a századfordulón már 800 ezer, és annak a 600 ezeres növekménynek, így 70 és 1900 között, annak a döntő része az nem burzsvá volt, nem polgári értelmiségi réteg volt, persze, ezek is sokan voltak, de arányait tekintve ennek a többszöröse, hanem a tízszerese lehetett, a kétkezi munkások, akik valami fajta megélhetés céljából jönnek a fővárosba, mert azt remélik, hogy sokkal jobban jutnak munkához, mintha otthon helyben maradnának, és nyilvánvalóan ez a nagy mértékű pálinka fogyasztás az ő kulturális sajátosságaikkal függhetett össze, és aztán a dolog megfordul, azt nem tudom, hogy a tőke tényleg urbanizálódik, ezen valószínűleg még a történészek, a földrajztudósok és a társadalom tudósok, akik városokkal foglalkoznak, még sokáig fognak vitatkozni, de hogy a pálinkának a termelése és a fogyasztása az mindenféleképpen egyfajta urbanizálódáson esett át, abban bizonyos vagyok, hiszen a Lippmann Jakab féle aktákból és beadványokból ezt láthatjuk, hogy minden esetre megerősödik a pálinka beszerzésének a fővárosból a vidék felé irányuló áramlása.
Nagyon érdekes volt, hogy egyébként, hogy mondtad, hogy itt még ezeknek az osztályoknak a kialakulása úgy érhető, indirekt módon érhető tetten ezeken az adatokon keresztül. Nekem az jutott eszembe, hogy egyébként nagyon sokszor valamikor fizikusok részecskéket keresnek, és egy részecske detektorban nem magát a részecskét találják meg, hanem annak valamilyen másodlagos nyomát, hogy nagyon érdekes, hogy ez egyébként a történetkutatásban is előfordul, hogyha valamit nem konkrétan annak a leírt, tehát nem azt talál meg leírva, hanem olyan másodlagos adatokat, amiből például mondjuk a pálinka mérésekből, meg a kávé mérésekből következtetni lehet társadalmi osztályok kialakulására. Ez hihetetlen érdekes összefüggés számomra. Annyit még zárásképpen ki tudunk térni csak erre, hogy ugye ez egy abszolút egészségtelen életmód, amit így mondtál, hogy ugye nagyon későn fekszenek, nagyon korán kelnek, jó sokat isznak, ott valószínűleg valami olcsó ételt ehetnek, hiszen mondtad, hogy a kereseteket azt az elején beszéltük, hogy ebből mikor lesz az, amikor ezek az osztályok át egy kicsit, hogy mondjam, egy kicsit olyanabb életmódot fognak folytatni, ami közelebb áll a későbbi munkásosztály életmódjához, tehát amikor mondjuk kicsit talán jobban, kevésbé önpusztító életmódhoz. Hát azt hiszem, hogy amikor a munkásmozgalom vezetői veszik kéz a munkásosztály nevelésének problémáját, ez a probléma azért akkor is fennmarad. Az én édesapám az 1957 végén került a szombathelyi Szamária cipőgyárba, és mivel már több mint 20 éve meghalt, ezért nyugodtan elmondhatom ezt a sztorit, hogy ő rendészeti vezetőnek került oda, és a polgári védelmi törzsparancsnok, akkoriban minden gyárban volt ilyen, kérdezte, hogy szereti-e a PV fröccsöt, a PV az a polgári védelemre vonatkozott, de az apámnak természetesen, mint új munkeres, fogalma nem volt, hogy mi az a PV fröccs, pedig már azért volt tapasztalata az alkohol fogyasztásban, mint a féle 28 éves ifjúnak, és mondta neki, hogy hát ez tiszta szesz, kinek, vízzel keverve, kinek az ízlése szerint. Tehát 1957-ben, amikor a munkás osztálynak azért sok bűne volt, és különösen a hatalom figyelő tekintete nagyon erőteljesen reál szegeződött, hiszen tudjuk, hogy mind a 56 alatti és cselekedeteiért kivégzettek és börtönbe zártak között, azért nagyon nagy arányban szerepeltek a munkások, akkor is ilyen állapotok voltak. El lehet képzelni, hogy amikor nincs ilyen politikai nyomás, akkor milyen állapotok lehettek a nagyüzemekben, gyárakban a munkásosztály kapcsán. Tehát szerintem azért ez mindig végigkíséri, és ha a munkások úgy megfeleltek volna a munkásmozgalom vezetőinek, mint ahogy vannak, akkor Lukács Györgynek nem kellett volna ilyen fogalmakat kidolgozni, mint hogy az empirikus munkásosztály és a valódi munkásosztály, a magán és magáért való munkásosztály, ami ugye egy hegeli fogalomból lett kiizzadva, és ami a munkásmozgalomnak céljainak megfelelő ideális munkásosztály lett volna, de azt nem tagadom, hogy a gyáripar a maga összes nehézségeivel, hogy ott is bizony eldologiasodott viszonyok voltak, a munkások gyakran érezhették egy csavarnak magukat a gépezetbe, akiknek már a termelés végcéljához semmi közük, de az biztos, hogy egy biztonságosabb, tehát az ős munkásosztály viszonyaihoz képest egy biztonságosabb és magasabb életszínvonalat nyújtó helyre kerültek, de szerintem azért ez az alkoholfogyasztás mint probléma, ez végig kísérte ezeknek a üzemeknek az életét, és nem azért, mert hogy a munkások azok gyarló emberek, hanem hát tényleg, ha bele gondolunk, én mondjuk azon szerencsések közé tartozom, vagy szerencsétlenek közé, ezzel lehet vitatkozni, akik látták, hogy milyen belülről egy üzem, noha annak csak a könnyűipari változatát láttam, tehát mondjuk egy ilyen kohóban nem jártam személyesen, ezek nekem is csak média élmények, iskolai tankönyvekből, meg újságcikkekből, de a cipőgyárban láttam, hogy milyen a kör mellett dolgozni, mindenkit megerősítettek valahogy, hogy nagyon szar. Tehát nagyon szar, oda kell menni, pisilni, és csak akkor lehet kimenni, amikor a kör leáll. Tehát én nem tartom annyira meglepőnek, hogy az alkoholfogyasztás, mint probléma, az végig
az végig kíséri a munkásosztály történetét már a gyáripar korszakában is. Talán egyedül a nyugat-német országban valósult meg valami fajta, nem is tudom, hogy minek lehetne ezt nevezni. Tehát ott alakult ki egy olyan munkásosztály, akik már akár közép-európai szemmel akár uraknak is nevezhetőek, a jóléti állam idején a 70-es, 80-as években, akik már valóban csak 5 napot dolgoznak, 5x8 órát, valóban beülnek az autójukba, nem rossz autókba, ezt tudjuk, és nem ennek a spanyol Rivierára nyaralni. Még nincs Európai Unió, de már nyitott határok vannak, tehát ők tulajdonképpen személyigazolvánnyal és jogosítvánnyal utaznak le a spanyol tengerpartra egy hétvégére, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez szinte mindenhol kivétel, mondjuk azokat a bányászokat nézzük, akiknek a bányáit a Margaret Thatcher 70-es, 80-as években bezárja, akkor ők szerintem nem érték el ezt a civilizációs színvonalat. Tehát az a reménység, ami minket rendszerváltás nemzedékét annak idején hevített, hogy magunk mögött hagyjuk ezt az ipari munkás világot, és megvalósítjuk a posztindustriális, az úgynevezett harmadik szektorra alapuló gazdaságot. Ha ez utópia is maradt sok szempontból, de nem lehet csodálkozni, hogy mi ennek annyira örültünk, mert azért jól láthatóak voltak ennek az ipari, nagyipari munkáslétnek a nehézségei és korlátai, én úgy vélem. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és hogy a figyelmet, és akkor várjuk. Én is nagyon szépen köszönöm. És Andis, köszi tényleg. És egy hónap múlva, június 24-én, este 9 órakor találkozunk ugyanitt. A múzeumok éjszakája sok eseménye remélhetőleg addigra már lezajlik, de maguk még nem fáradnak el, és akkor a budapesti prostitúció történetéből a budapesti bordélyrendszer történetét tekintjük át 1850-től 1927-ig. Köszönöm.